Joker Rádió. Bárhol, bármikor, tőlünk nektek. Kedves rádió hallgatókat, a Joker Rádiót hallgatjátok, a mikrofonnál a Sufit, és ma esti vendégünk a Hídvégiben lesz, hamarosan itt lesznek a fiúk, és akkor csapjunk a lecsóba. A következő dalnak a címe: Mulatok, mert jó kedvem van. Hát mulassunk! Drága testvérem, és a viszkit mindenkinek,
mulassatok én veled, mulassatok én velem. Minden megér ezt neked, mulassatok én veled, mulassatok én velem. Mulatok, mert jó kedvem van, mennetek nagy örömöm van. Fogjátok meg a pohara, azt hiszed, aki lemarad. Fogjátok meg a pohara, most hiszed, aki lemarad. Az Isten adjon nektek sok boldogságot, szerencsét a lányoknak, sok lóvét a fiúknak, sok lóvét a fiúknak. Szerencsét a lányoknak, sok lóvét a fiúknak, sok lóvét a fiúknak. Mulatok, mert jó kedvem van, mennetek nagy örömöm van. Fogjátok meg a pohara, azt vizet, aki lemarad. Fogjátok meg a poharat, most fizet, aki lemarad. Mulatok, mert jó kedvem van, mennetek nagy örömöm van. Fogjátok meg a poharat, azt fizet, aki lemarad. Fogjátok meg a poharat, azt fizet, aki lemarad. Estétől mulatunk korán reggelig, a lányok táncolnak nekünk hajnalig. Táncolj, asszony, én velem, mindig itt vagy mellettem, mindig itt vagy mellettem. Táncolj, asszony, én velem, mindig itt vagy mellettem, mindig itt vagy mellettem. Mulatok, mert jó kedvem van, mennetek nagy örömöm van. Fogjátok meg a pohara, azt fizet, aki lemarad. Fogjátok meg a poharat, most fizet, aki lemarad. Mulatok, mert jó kedvem van, mennetek nagy örömöm van. Fogjátok meg a poharat, azt fizet, aki lemarad. Fogjátok meg a poharat, azt fizet, aki lemarad. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szép estét mindenkinek, a mikrofonnál a Sufit halljátok, és már nem vagyok egyedül, itt van velem a Hídvégiben Torják István és Darab Károly. Sziasztok, fiúk! Szép estét, sziasztok! Hello! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok velünk. Újra azt hiszem, hogy harmadszor beszélgetünk élőadásba. Hát igen, harmadszor, így van, ez a harmadik interjúnk. Kis Stefán, közelben van? Nem, nem, ő nincsen. Azt mondta Jucika, hogy inkább elmegy vele játszótére, mert akkor inkább ő beszélt volna is. Ami nem lett volna baj, de hát. Pont az utolsó riportot hallgattam, és akkor még 15 hónapos volt. Rohan az idő. Igen, most már 3 év, 7 hónapos. Ugye 2 év és 4 hónapja beszéltünk, és akkor 2014-ben indult az új csapattal, és folytatta tovább a Hídvégiben, ha jól emlékszek a dátumra, akkor azt kell mondani, hogy 3 éve vagytok együtt. Hogy telt ez a 3 év? Nagyon jól telt. Időközben ugye a tudástormi, a szaxis kivált a zenekarból, maradtunk 3-an, Isti, Hegely és én, és azóta így járunk fellépésekre, tévéfelvételekre. És nagyon jól összeszoktunk az idő alatt, sok pulit megcsináltunk, és most is az idei év elég jónak ígérkezik. Rengeteg tévéfelvételre megyünk, és ezt tudom mondani, hogy... Igen, és hamarosan, azt hiszem, hogy vasárnap is lesz egy tévéfelvételetek, ahol találkozhatnak veletek a hallgatók és a rajongók.
Igen, a Parti Csokot, ami barátunk csinál egy tévéfelvételt, aminek a meghívást kaptunk, és ezt örömmel el is fogadtuk. Ugye az is nagyon fontos, mert ígértem neked egy nagy bejelentést ugye mára. Ugye először médiában itt jelentjük be, hogy a hétvégében is a Trimedio csoport megkezdte az együttműködést. Tehát a legközelebb kiadandó lemezünket azt a Trimedio lemezkiadó fogja kiadni, úgyhogy mi nagyon örülünk, és köszönjük szépen Szűcs Balázsnak és Bagos Laci barátunknak a lehetőséget, hogy beállhattunk a csapatba. Ennek én is nagyon örülünk, vagyis mi is nagyon örülünk, és nagy gratuláció nektek. Köszönjük szépen. Akkor azt jelenti, hogy hamarosan egy új album lesz. Igen, hamarosan egy új album lesz, amiből jelenleg 10 dal már készen van, és ugye még 2 dalon dolgozunk, ami 2 vadonatúj dal lesz, ha minden igaz. Amit még nem feldolgoztunk, hanem ez 2 vadonatúj dal lesz. Jobb. Írnak nekünk 2 dalt. Akkor saját dal lesz. Ezt írják nekünk, igen, vannak tehetséges dalszerzők, én nem vagyok az, tehát én nem tudok dalt írni. Írtam egy párat, egy 5-6-ot, de én meghagyom ezt annak, aki tud dalt írni. Én nem tudom, valahogy nem áldott maga Jóisten engem ilyen költői vénával. Hát van ilyen. De egyszer majd belejössz, majd meglátod, legközelebb azt fogod nekem mondani, hogy Sufi, írtam 5 dalt, ment mind a karikacsapás. Így van, Sufikám, csak adjál hozzá időt is, tudod. Hát igen. Igen. És akkor a feldolgozásokból elárulhatod nekünk, hogy mik lesznek azok? Egy pár címet, 1-2-t legalább ízelítésnek. Hát lesz a másfél hete, azt sokan megcsinálták ezt a dalt. Mi egy más hangvitellel próbálunk megközelíteni, más hangszeréssel. És ugye a Tamás, mint ahogy mondta Karcsi, nem jár velünk már úgy koncertezni, csak a nagyobb élő koncertekre van, mint a az egész iszakás zenéléseken tart velünk, és azon felül még ugye a lemezen ugyanúgy játszik tovább, tehát meghívott művészként ugyanúgy mindegyes lemezünkön ő fújja a szaxofont. Igen, hát másfél hete mi lesz még Károly rajta? Legyen meglepetés, és körülbelül mikorra, nyár közepére, elejére, végére várhatjuk, őszre? Hát nem, ez szerintem egy hónapon belül a boltokban lesz a CD. Ugye, ami még fontos, mert feldolgoztuk a Nélküled című dalt, akkor feldolgoztunk egy Járóka Sándor hallgatót, ez kicsit mulatósabb köntösbe, a tele van a kis ablakon virággal. Aha, 500-asból bizonyosan sok van. Kocsmárosné. Irigyeim sokan vagytok. Az országban azt pletykák, hogyha nagyjából ez lesz. Aha. És a vérpesdítő stílus marad? Hát, az természetesen. Igen, mulatós. És új klip van-e terve? Jelen helyzetben most nincs. Most nincs. Tehát most minden egyes idegszálunkkal, minden egyes dolgunkkal most a CD megjelenésére helyezzük a hangsúlyt. De ugye beszéltük a zenekarral, hogy valamilyen szinten itt a súlypontokat át fogjuk majd helyezni, és nem biztos, hogy minden évben fogunk jelentkezni új anyaggal, mint eddig, hanem talán minden második évben fogunk kiadni egy lemezt, és felváltva lesz, hogy egyik évben a lemezanyaggal foglalkozunk, másképp pedig a videóklipekkel fogunk foglalkozni, és akkor is elő fogunk rukkolni 3-4 dallal, de akkor nem a CD készítés lesz a legfőbb dolog, hanem az egyéb ilyen média megjelenés. És a hallgatóknak mondanám, ha valakinek kérdése van, felrakhatja itt a Facebookon a Joker Rádió csoportjába, és megkérdezem a fiúkat. Szászám Attilával van nekem még közös munkátok? Hogyne? Hát persze. Van Attilával közös munkát. Hát ugye a Hídvégi Band és Szászám Attila az úgy, hogy ez a két dolog összeforrott a évek során. Hogy aki ismeri a zenekart, az tudja, hogy nem dolgoztunk más hangmérnökkel eddig. Tehát csak ővel dolgoztunk, és a Jolin keresztül is ő hangszerelt nekünk. És hát én meg az Attila hangszereltünk ketten, csak ugye a master munkát, hangmérnöki munkát, azt ugye ő látja el. Történt-e valami olyan nagy dolog a 3 évben, mióta ez az új csapat van, ami elmondható, amire nem számítottatok, és megtörtént? Igen. Na. Ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz kérdés. Ugyanis hát azzal a tévécsatornával, ahol megismertek bennünket a hallgatók, az úgy tűnik, hogy végérvényesen szakított a zenekar. Ugye ezt a zenekar Facebook oldalán meg is osztottuk órára, percre pontosan, hogy mikor történt ez a szakítás.
nem éreztük azt, hogy fontosak lennénk ennek a televíziónak. Nem éreztük azt, nem támogatták a megjelenésünket. Egyáltalán nem éreztünk semmi olyasmit, hogy ők szeretnék, hogyha a zenekar előre haladna, és ezáltal ugye ismertebb lenne a zenekar, bár egy ilyen együttműködésnek ugye az a lényege, hogy mi ugye elmegyünk fellépni az ő tévéfelvételeikre, ezért cserébe mi reklámot kapunk. Most a reklám, a tévéfelvételek, Sláger TV Party, Eszemiszom, Dínom, Dánom, ezek a műsorok, ezek adnak a zenekaroknak lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat. És ugye ez reklámként jelenik meg. Na most, valamint a napközben videóklippek leadása, a régebbi felvételek ismétlése, ez mind reklámidő, és mi ezért mentünk el a különböző tévéfelvételek, ezért utaztuk át Magyarországot bizonyos esetekben, hogy egy ilyen tévéfelvételen részt vegyünk, hogy ezért cserébe mi reklámot kapjunk. Mi oda tettük magunkat ehhez a kérdéshez, viszont a másik része elmaradt ennek a dolognak. És akkor ez az oka? Hát igen, és ugye, hogy ki is írtuk a Facebook oldalra, nagyon-nagyon fontos volt az, hogy mikor a döntésünk megszületik, hogy hova fogunk, melyik tévécsatornán fogunk szerepelni ezentúl, akkor nagyon-nagyon fontos volt az, hogy milyen lehetőséget kapunk. Ugye jelen helyzetben, hogy aki már ismeri a zenekart régebbot és figyelme kísér bennünket, az már tökéletesen tiszta van vele, hogy a Muzsika TV-t választotta a stáb, ott a Szarvas Jóskával, a Joshal, és valamint a showmenekkel, akiknek nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, köszönjük Frédinek, köszönjük a Sancinak, köszönjük Mulató Sancinak, köszönjük szépen a Didinek, és köszönjük minden showmenek, aki lehetőséget adott nekünk, hogy itt lehetünk, és számolnak velünk, számolnak a zenekarral a műsoraikban, és ezt köszönjük Szarvas Jóskának, Joshnak, hogy helyet adott nekünk a televíziójában. Az ő általa vezetett televízióban. Igen, nem régen volt a Didinek a TV felvétele, azt hiszem múlt héten. Ott is voltatok? Igen, voltunk. Tápiószecsőn volt egy ilyen rendezvényházban, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon színvonalas volt a TV felvétel. A stáb, mindenki nagyon kedves volt, és nagyon profin működött az egész, úgyhogy pozitív dolgokat tudunk róla mondani. Karcsi, te hogy értékelnéd ezt a 3 évet? Mióta hát, a bandában nagyon vagy? Nagyon jó utazás, nagyon jó hangulat, és hát most az idei évben megszaporodott tévéfelvételek. Én azt mondom, hogy sokat tanultunk a felvételeken, és jól éreztük magunkat. Tehát csak pozitív dolgot tudok mondani. Na, ennek örülök. És mi ez az új frizuraváltás? Láttam egy pár képet rólad, és nem olyan hosszabb és rövidebb a hajad, nincsen poncsikba. Ez valami új váltás? Nem. Tehát a hajam hossza nem változott, csak néha ki van engedve, néha pedig be van gumizva. Ez a különbség. No. Csak azt szeretném tőled megkérdezni, lehet, hogy elmosolyogsz a kérdésen, mi a fiatalság titka? Mert te komolyan, te nem változol semmit, és azt tudni kell a hallgatóknak, hogy te már 20 éve a pályán vagy, közel 20 éve, ha jól tudom. Igen, de a múlt héten megjelent 3 ősz hajszálom is, úgyhogy így már így ez a kérdés így értelmét vesztette, szóval én is öregszem. Kevésbé gyorsan. Csak nem a Torják Pisti őszít meg. Nem. A gyerekek nőnek, aztán így én is őszülök. Ha jól tudom, van 2 gyermeked, egy lányod és egy kisfiad. Igen. A lányod szeret még énekelni? Igen, szokott gyakran, meg a fiam is néha a fürdőszobában. No, akkor már fiú is kedvet kapott. Igen. Mert régen mondtad, hogy ő még nem. Igen, most már ő is. És ugye akkor mi van a dobos... Hogy, a dobosatok... Pedig hogy megjósolták a Karcséknak, hogy én ilyen kibírhatatlan ember vagyok, és hogy nem sokáig bírják majd, így van, Károly? Voltak ilyen hangok, de alaptalanul. Volt a 3 év alatt egy olyan komolyabb összezörrenés? Minden hétvégén. Minden hétvégén, és akkor ki győz? A főnök.
Nem, tehát én nem szeretem a zenekarba a demokráciát. Ezt a Károly tudja, ugye? Igen, Pista a vezető. Ez így van, jó. De nálunk nincs demokrácia. Na. Ezt így kimondhatjuk. Nem, Supi, valaki alaposkodik. Tehát valaki azt mondja, hogy hú, persze, hogy nem. Most mondd meg nekem, Supi, hogy lehet az, hogy zenekarok úgy zenélnek le egymás mellett éveket, hogy azt mondják, hogy soha nem volt nézeteltérés. Dehogy nem. Van. Hát persze, van, amikor én úgy gondolom, de ezek nem úgy kell gondolni ezekre a dolgokra, hogy mi örre megyünk, és akkor megy az autó, és mi folytogatjuk egymást az autóban, hanem ezek olyan dolgok, amikor én nekem mondjuk hangosnak tűnt, ahogy játszottunk. De ugye a Lacikának nem tűnt hangosnak. És ugye ebből szokott új nézeteltérés fogadni, hogy mondom, vegy már halkabbra, hát nem kell ennyien hangosan ordítatni azt a zenét, jó van az úgy, nem hallom magamat. De voltak, persze, hát voltak nézeteltérések, de hát ezeket tudjuk kezelni. Ugye jó, ha tudjátok kezelni, mert meg kell beszélni. Ugye van még harmadik tagotok, a Hegedű Krátó Jobos, ő most igazoltan van távol. Igen, munkavégzés céljából most országhatárokon túlautózgat, úgyhogy ilyen festékeket szállít ki, és most jönnek Szlovákiában. Tölti az időt. Akkor nem unatkozik. Nálunk senki. Akkor mennék tovább, hogy figyelemmel kísérve a zenekar életét, még mindig sokat segítetek és jótékonykodtok. Ez így van. Tehát ez egy alapköve a zenekarnak. Tehát, ugye hál' Istennek, ahhoz, hogyha van egy zenekarvezető, ahhoz akkor működik jól igazán, ha a tagok is jók, akik a zenekarvezető mögött vannak, és minden egyes mozzanatukkal támogatják a zenekarvezetőt abba, hogy előre tudja vinni ezt a dolgot. Na most, amikor mi a zenekarra megbeszéltük, hogy mindig jótékonykodunk. Tehát van olyan hely, ahova én nem tudok elmenni, mert éppenség az időm nem engedi. De ott a Károly meg a Laci például Rózsaszentmártonban minden egyes évben az óvodai jótékonysági bált megcsinálják. Ugye most volt egy nagyobb szabású, ugye hát nálatok is elmentünk, hozzátok is elmentünk. Igen, és itt szeretném még egyszer megköszönni nektek, hogy nem azért hoztam föl, ez természetes dolog, örültünk, hogy ott lettünk, köszönjük szépen a meghívást. Ha úgy alakul, hogy segíteni kell legközelebb, és nagyon szívesen el fogunk menni. Köszönjük. És volt viszont egy nagyobb lélegzetvételű dolog, ahol egész éjszaka zenéltünk. Ez itt, ahol lakom Visznek nevű településen. Ugye itt a Zovodát támogattuk meg. Itt egy egész éjszakás zenélése, itt egy nagy, hatalmas nagy bál volt. Több mint 170-en voltunk a bálba. Az igen. És ami nagyon szép egy 1000 fős településnél, hogy ezt kimondhatom, 746.000 forint jött össze tisztán, amit a gyerekekre tudnak fordítani, és ezt nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött, és aki akárcsak egy 1000 forinttal is támogatta ezt a nemes célt. A gyerekeknek a kirándulásai vannak ebből finanszírozva, óvodai mozi van a gyerekeknek belőle, és egy csomó minden, amit lehetett. Hát amit lehet, megteszünk. Ez mindig így volt, és így is lesz. Bár ugye voltak felkérések, amiket sajnos vissza kell utasítsunk. De amikor meg se kérdeztem a Károlyékat, mert nem láttam tisztázottnak, hogy az a gyűjtés, mire van az a gyűjtés. Uh-huh. És nem láttuk tisztázottnak, hogy az az összeg, amit összegyűjtünk, az oda fog-e kerülni, ahova kerül. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyen szervezett jótékonysági koncertekkel ma Magyarországon nem lehet összedni olyan mennyiségű pénzt, ami segítségére lehet annak az életem, akinek éppen gyűjtenek. Igen, sokok. Hát elmondhatják, nagy jó reklámfogás, nagy reklám marketing, el lehet mondani, hogy ott volt ez is, az is, amaz is, és de mindig, amikor van, akkor a végén sose tudja meg az ember, hogy milyen összeg gyűlt össze, megkapta az illető, akinek a gyűjtés lett szervezve, vagy milyen orvosi ellátást kapott érte, vagy éppenséggel milyen eszközt vettek neki. Igen. És számtalan ilyen van, és ezeket a felkéréseket, ezeket élből a Hídvégében menedzsmentje visszautasítja azonnal. Tehát nem azért, mert nem esik meg a szívünk, nem azért, mert nem szeretünk segíteni, hanem értelmetlenül nem szeretünk utazgatni. Igen, értem.
És igen, egyre többet hallani az ilyen fars jótékonyságokról, hogy a pénzek eltűnnek, nem oda mennek, ahova meg van hirdetve. Nézd, de hál' Istennek azért ez a szűrő működik nálunk. Mert ugye, ahova mi elmentünk, ott mindenhol látom, nálatok is azért elkészült a játszótérnek a talapzata, használják, örülnek neki, mi nagyon boldogok vagyunk ettől. Ugyanúgy az óvodának itt látjuk visznek el, hogy megvan az értelme, Rózsaszentmártól megvan az értelme. Tehát amivel látjuk, hogy megvan az értelme, oda elmegyünk. De ahol nem látunk értelmet, és hangsúlyozom, nem a célok miatt nem látjuk az értelmet, hanem azt nem látjuk, hogy hogy fog összejönni a mai világban annyi pénz, egy ilyen 1000 forintos, meg ilyen becsületkasszás belépésekből, mert ilyen is volt, hogy kisgyereknek gyűjtöttek, és hogy becsületkassa. Nincs becsületkassa. Megvan, hogy 2-3 ezer forint a belépés, az kisgyerekre van fordítva. A becsületkassa az nem jó. Abba nem fog összejönni semmi. De most, Sufi, nem jól mondom? De jól mondod, határozottan jó, tökéletesen jól mondod. Itt vannak azok, hogy határozott zenekarvezető kell, aki képes arra, hogy nemet tudja mondani. Nem? A Károly nálunk nagyon vajszívű, tehát ő segíteni szeretne mindenkin. Ebből is ugye volt már, amikor Mexikára. Na, oda mi nem mentünk el. Károly, azért, mert nem. Hát én voltam a gonosz. Nem, aki gondol, azt mondta, csak nem. Te láttad előre a dolgokat. De nem is lett abban egy huncot vas se ott annak, akinek kellett volna legyen, tehát azért ezek a szűrők azért jól működnek a zenekaron belül. És még jótékonykodni úgy is szoktál, hogy főzöl. Vattörkölt, ilyesmi. Jaj, hát ez, na, tehát ez a főzőcské, ez úgy néz ki, hogy itt visznek, van egy kis kocsmánk, úgy egy kocsma, és ugye szoktunk egy évben egyszer-kétszer ilyen főzéseket csinálni, elmegyek, lövök egy vaddisznót, és akkor szépen megfőzős kézik ott a kocsma előtt, aztán ilyen épp, hogy csak összedobják a vendégek a hozzávalókat, és akkor egy jót eszünk. Meg valamikor nem dobják össze, akkor is egy jót eszünk. És hát ez ilyen. Ez ilyen. Szép gesztus ez is. Tessék? Szép gesztus ez is. Hát, igen. Szoktunk ilyet csinálni. És akkor gyorsan meghallgatunk egy dalt még hozzá. Az egyik kedvencem az, azt hiszem, az 5-ös lemezről Édenkert lett az életem. Ettől szép az életem, múltunk, jövünk, ezért így lett végtelen. Úgy érzem, öröktől fogva, és örökké átkorolva, ezt akartuk mind a ketten, hogy így legyen. Az élet Édenkert nekem, mióta együtt élsz velem, nem számítható úgy magán, míg így vársz rám. Édenkert lett az életem, mert átkarolhat két kezem, még élünk, mindig így legyen, hogy átölelsz szerelmesen. Semmiképp sem válhatunk el, azt hiszem, két kezettől érzi ezt a két kezem. Úgy érzem, hogy el nem engem, minden órán egyre szebb lesz, összeráncol bennünket a végtelen. Az élet Édenkert nekem, mióta együtt élsz velem, nem számítható úgy magán, míg így vársz rám. Édenkert lett az életem, mert átkarolhat két kezem, még élünk, mindig így legyen, hogy átölelsz szerelmesen.
édenked nekem. Mióta együtt élsz velem, nem számíthatod magán, míg így vársz rám. Édenked lett az életem, mert rád karolhat két kezem. Még élünk, mindig így legyen, hogy át lesz szerelmesen. Újra itt vagyunk, és van is kérdés. Tóth Évike kérdezi, hogy szeretném megkérdezni, mi a kedvenc időtöltése és kedvenc dala, mármint neked és a Karcsinak. Ez jó kérdés. Nekem nagyon sok kedvenc dalom van. A kedvenc időtöltésem az, hát legfőképpen a gyerekekkel kirándulni, együtt lenni. A kedvenc dalom, amit gondolkozok, amíg, hogy mit tudnék kiemelni, addig szerintem elmondja Pisti az övét. Jó. Nos. Nekem a kedvenc időtöltésem a vadászat. Én vadászom, tehát két kedvenc időtöltésem van. Vadászat meg a kisfiam. És pont. És ugye... Igen. És ugye próbálom a fiamat is efelé nevelni. János, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert azért meg tudja különböztetni az állatokat úgy, hogy nem csak azt mondja, hogy az egy szarvas, hanem megmondja, hogy gím vagy nem szarvas. Megismeri a pont, tehát megismer mindent, ami van az őszbakot, gidás után, tehát most már azért tudja, hogy a erdőmezők lakói, hogy néznek ki. Jelen, és nagyon szereti a zenét. Most nekem, mint olyan kedvenc dalom, nem is tudom, nekem talán nincs is olyan kedvenc dalom, én mindegyiket szeretem. Tehát én 13 éves korom óta zenélek, játszok közel 600 dalt, tehát én nekem ugye most, amit úgy ki tudnák emelni, a nekem valahogy olyan, én mindegyiket nagyon szeretem. Ha autóba utazol, mit hallgatol? Autóba utazok, mit hallgatok? Mm-hmm. Most például Gypsy Night Trio-t hallgattam, és Geyer Bálintot. És a Karcsi? Nekem, én közben megfogalmaztam, az én kedvenc hídvégi band dalom, az az Elmegyek Imulatni. Ez szerintem nagyon jó a refrénje. Autóban én Emiről ezt szoktam hallgatni. Ez nem teljesen mulatos, de az a kedvenc együttesem, ha vezetek például. Én még szoktam néha, mert a fiam nagyon szereti a Didit. Csonkalászit, és szoktam hallgatni Didit is, igen, Lamurt. És még a kedvenc dala, a Kis Stefánnak. Fú, a Kis Stefánnak azt hallottam picikában vám, de hát ugye a párom meg is osztott egy linket a Facebookon, aki hogy Tóth Tamarodát szokta nézegetni, igen. Azért látja a kisfiam a stúdióba, igen. Fölállt egy székre, láttam. Tehát elkezdett énekelgetni. Jön neki a Zamig, az igaz, és az azt hallottam picikában, ez a két kedvenc dala. És most már üzen a szél, nem szereti? De hogy nem, meg az a harmadik, igen. Tehát egy pici gyerek, nagyon-nagyon pici gyerek volt, amikor ugye ezt a dalt játszogattam, és akkor én nagyon vigyorokat, meg kacagások voltak, úgyhogy ugye megmaradt az is, természetesen. Nincs olyan terve, hogy készítetek olyan dalt, amibe bele tudod vinni a kis fiadat? Hát dehogy nincs, ha van terve, csak még ugye, még képződik a hangja hozzá, hogy bele tudjuk vinni. Aha. És a vadászatra visszatérve láttam, hogy van a Kis Stefánnak is kalapja, vadászkalapja. Komplett vadász öltönye van neki, meg gyakorlója. Jó. Öltönye is. Vadászkabátja, ingje. Ez a koltbársony nadrágja, tehát van eléggé. És volt veled már vadászni? Volt. Tehát őszbak vadászatra el szokott velem jönni, igen. És nem sajnálja az állatokat? Hogy mondjam, ez érdekes dolog, mert ezen sok emberre szoktam vitatkozni vadászatból fel, ez a sajnáljuk az állatokat, vagy nem sajnáljuk. Ugye azt az állatot tudjuk sajnálni elsősorban, ami az kötődésünk van. Tehát ha kimegyünk az erdőbe, és azt az állatot akkor látjuk először, akkor semmifajta kötődés nem fog megfogalmazódni az emberben. Jó, megdöglött a kiskutya, ha megdöglött a kutyánk itt van, akkor a gyerek érintett, a macska ugyanúgy. De ugye, ha kimegyünk
a vadonba, akkor ott nem igazán fogalmazódik meg kötődés. Szerintem legalábbis. Tehát elmondják azt, hogy mi vadászok, de milyen gyilkosok vagyunk. Ugye veled is beszélgettem már ugye erről, hogy ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne egy baromfis udvar. A baromfis udvarba el tud férni 100 szárnyas. Na most a 110 már nem fér el, mert át fognak ugrani a kerítésen. Na most, hogyha egy erdőbe el tud férni 400 szarvas, és a 400 szarvas nincsen bántva, és lesz belőle 500, 600, 700, akkor be fognak menni a házakhoz. Ugyanúgy, mint hogy a vaddisznó is, ugye nálatok. Igen. Te is panaszkodtál, hogy bement hozzád. Összetúrt mindent, igen, kell csinálni. Feltúrta a kerteteket. De ez azért van, mert nem intenzív ott a vaddisznó vadászata, túl szaporodik, a hely kicsi neki, az élelem kevés, és ezért el kell neki indulni élelem után. Így kell ezt a vadászatot elképzelni, és így kell ezt picit úgy is fogalmazni, én nem szeretem ezt, hogy munka, nem munka, nekem szórakozás. Valakinek munka, nekem ez szórakozás, de így szórakozva is segítjük a vadgazdálkodást. Valamilyen szinten, ugye, ami egy vadásztársának kötelessége. Értem. És a fiúk voltak már veled vadászni? Karcsi és Laci? Mi még nem. Nem? És nem... Ezzel van véve. Na, akkor hajrá. És mi a legnagyobb büszkeséged a vadászatnál, Pisti? Legnagyobb büszkeségem? Uh-huh. Mi az, amit lőttél? Hú, sok mindent lőttem én már, tehát azt mondta, hogy a párom, hogy szerinte túl sokat. Eddig tartok kb. 36 darab őzboknál, hogy sikerült elejtenem. Ebből érmes 5 példány, 2 arany, 3 bronz. Lőttem 8 vagy 9 darab gimbikát, ebből 3 bronzérmet kapott. Lőttem vatkant, mert hogy vannak bőven. De amikor fagyasztóba mentek, süldők azokat, ugye beleszámos kb. 30 disznó körül járhatok. És akkor... Nagyjából ennyi kis suta, egy ős suta, ami ugye válogató vadászatnál ugye nagyon fontos, amikor kimegy az ember télen, akkor ugye akkor vannak a selejtezések, hogy az állományban nem illő gyenge képességű egyedek kiemelése az állományból, hogy minél szép, minél profi állomány legyen Magyarországon, ez elengedhetetlen. Csak akkor szoktunk kimenni, akkor szoktunk ős sutát, őszgidát kilőni, ami nem gyenge, beteg, nem odavaló, korához képest nincs elég fejlettségben, akkor ezt mi kiveszünk az állományból. És a vadászaton kívül van más hobbid? Vitteknél Marika kérdezi. Néha szoktam focizni. Ugye én már az aktív sportot abba hagytam, de a sógorom, amikkel el szoktunk járni Gyöngyösre, és szoktunk focizgatni egy csütörtökön este 7 órától 9-ig. Ez a program, hogy foci van. Hogy ezt hál' Istennek, ez így most kis mozgás kell, mert így is. Sport is. 120 kiló vagyok most már. Egy 10-es kiló volna visszavenni, de vajon jó érzem. Kiadok neked egy jó, nagyon jó tippet. Nem mondod. De. Nem, de figyelj, koplalni nem tudok. Nem kell koplalni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ne én irigykedjek, az irigykedjen rám, amikor leülök a jó fajn disznópörköltem mellé galuskával, érted? Káposztasalátával, tejfelvel, azt akkor én azt a jó lakok. Na hát az, ezt irigyeljék tőlem mások, ne én irigyeljem azt, hogy valaki koplal, nem? De én azt hiszem, elmondhatom élő adásba is, hogy a hallgatók is hagy hallják, mert mivel egy évig reklámozta a Joker Rádió a Regenort, a férjem február 19-én pontosan belefogott, és az étrendje hurka, kolbász, tepertő, szalonna. Na, ez szimpatikus étrend. És csak pirítva eheti pirítósként a kenyeret, köretnek rizsa, krumplit nem szabad meg a tésztát, és a minden étkezés után egy órával 5 vagy 10 milli, attól függ, hogy gyors fogyást akarsz-e, akkor 10 millit szed a férjem, Regenorból meg kell inni. És a 2 hónap alatt 16 kilónál jár. Az igen. No, kedvet kaptál rá? Megpróbáljuk. No, mondom, nagyon jó. És sokan hol lehet erre szert tenni? Adok neked majd megrendel, ahol meg lehet rendelni.
Nagyon jó. Interneten. Tökéletes. Kipróbáljuk ezt is. Na, látod, örülök, hogy tudtam segíteni. Karcsitól kérdezném, hogy neki mi a hobbija? Én csak hozzá szólnék, mik az előbbi, ezért nem próbálom ki ezt a szert. Nem? Az én hobbim, hát gyakorlatilag nekem az maga a zenélés a hobbim. Ezen kívül még talán a síelés. De igen, azt régen is mondtad, akkor maradtál ennél a hobbinál. Más újdonság nincs. Más nincs. Hát régen még Pista mutatja a horgászatot, de most már inkább csak a gyerekekkel szoktam menni horgászni. No. Tavaly voltunk kempingezni a Balatonnál, ott horgáztak a gyerekek. Meg tavaly előtt is, meg még az Agyvára váltottam ki nekik az engedélyt, gyerekhorgászegyet, és ott és volt fogás? Az Agyván. Fogás persze. Volt? Igen, mind a ketten fogtak. A fiam fogott egy süldőt a Balatonnál, meg a lányom is fogott is a falakat. De az Agyvánnál nagyon szeretnék snecizni. Az egyik kollégámnak, a férjének szoktuk adni a kis falakat, és azzal megy ragadozózni. Úgyhogy ez a nyári szórakozásuk. És a következő kérdésem, még mindig nem főzöl? Én nem. Még mindig nem. Mindig az asszonyra hagyod, még most is. Igen, nagyon jól főz, úgyhogy meghagyom neki. Pedig már a Vandát meglephetnéd valami karcsis recepttel. Hát, szerintem jobban jár mindenki, hogyha én nem főzök. Nem. Jó, hogy előbb beszéltünk a fogyókúráról, és azt mondtad, hogy te kihagynád. Ugye neked nem is kell fogyni. Vigyázol az alakodra, vagy te bármit megehetsz? Nem, én bármit ehetek, ezért sokan utálnak. Na. És akkor megyünk tovább. Szeretem még a Pisti száguldozni, mikor fellépésre mentek? Na. Oda szoktunk érni időben minden fellépésre. Talán ez a legjobb választ. Soha nem késünk el. Na. Jó. Elég diplomatikus voltam. Igen. Hát, hogy mondjam? Mindenkinek képzeletére bízom. Hát akkor nézzünk egy esetet. Fel kell lépni 7 órakor Öskü nevű településen. Ez lesz június 24-én, este 7 órakor Öskü, ki Veszprém környékén él. Szeretettel várjuk ott, a kíváncsi ránk jöjjön el. 7-től 8-ig lemegy a fellépésünk Öskün. Lejövünk a színpadról, Károlyék bepakolnak az autóba, autogramosztás, CD-árusítás. Majd haza kell 238-40 kilométer, Öskü, és onnan haza kell érjek úgy, hogy 10:30-tól meg bált játszunk a Visznéki falunapon. De akkor ezt 50-nel nem lehet megcsinálni? Hát nem. Na, szoktam, igen, szoktunk gyorsan hajtani, megyünk. Minden előadó, aki hétvégente az utcát rója, az mindegyik száguldozik. Hát. Mi nem vállaljuk agyon magunkat, nincsen kényszer, de viszont minden fellépésen nem mondhatunk le. Tehát nem is akarunk lemondani minden fellépést, tehát amíg a picit neccesebb a dolog, akkor ezt mi még elvállaljuk, de ésszel. De viszont sietni kell. Tehát nincs idő. Nincs idő arra, hogy gondolkodjunk. A kilométerről nem nagyon van 50 alatt, csak egy 100-as előtte. Hát igen. Igen. Van olyan terület, ahova be vagytok úgymond betonozva? Sokszor visszatérve, mert hídvégi nélkül ott nincsen rendezvény? Hát figyelj! Apát falva. Ott már körülbelül 4-5-ször léptünk fel Apát falván. Nagyon-nagyon jó a közönség, nagyon szeretnek bennünket, mi is imádjuk az ottani közönséget is. És ott legutóbb gasztronómiai fesztiválon voltunk, és akkor a polgármester úr azt mondta, hogy hát legközelebb szeretne, hogyha egy élő hídvégiben bál lenne ott. Hát reméljük, hogy ez idén meg fog történni. Hát majd várjuk a megkeresést. Idén még nem kerestek meg, de az elmúlt 3-4 évben minden évben voltunk a Pátfalván.
Hogy érzitek, az ország melyik részén van a legnagyobb rajongó táborotok? Vagy elosztódik? Hát, hogy mondjam, ahova nagyon sokat járunk felépni, a Szeged környéke. Oda is nagyon sokat járunk, de Borsodba. Dunántúlon is voltunk, tavaly Pécs környékén sokat megfordultunk, az előtte lévő évben a Csalló közben voltunk nagyon sokat. Így minden évben változik, hogy melyik területre hívnak többször minket. Mondjuk sok a szlovák fellépésetek is. Tessék? Sokat felléptek Szlovákiába. Igen, a Csalló közben, mondta a Károly, Csalló köz, valamint itt a itt Balassagyarmat, Salgótarján, ezt a Nógrádi régió szlovák oldala. Ipolykesz, Ipolyság, ezért végig jártuk ezt a részt. Ipoly hídvég. Van különbség a szlovák rajongók meg a magyar rajongók, hallgatók között? Más ott egy fellépés, mint Magyarországon? Hogy mondjam, tehát maga a rajongók között nincs különbség. A zenekarok megítélésében van különbség. Tehát amíg itt meg vagyunk hirdetve, eljönnek egy koncertünkre 300-an, 400-an, ott ez mondjuk egy Duna-Szerdahelyen és környékén, ez ezres tét, erről beszélünk. Tehát teljesen más, hogy viszonyulnak hozzánk, ugye, mint itthon. Tehát itthon ugye többet látnak, gyakrabban látnak, jobban meg tudnak bennünket közelíteni, több koncertünkre el tudnak jönni. Még lemegyünk arra Győrtől lentebb, és akkor ugye, mint tudom, a legközelebbi koncertünk oda 250-260 kilométerre szokott lenni, abban régóban nem szoktunk járni. És ott, mivel egy évben látnak bennünket kétszer-háromszor, ugye ez így koncentrálódik, ez a közönség. Voltunk lent két éve, voltunk, akkor jártuk azt a győri részt, ugye? Csalló közt lefelé, a Bíró Tomékon keresztül. A Holós Adrián segített nekünk rengeteget. De ott volt olyan, hogy 3000 ember volt kint egy majálison. Az igen. Az már szép. Az nem volt kevés ember, igen. Miért van az egyébként? Megkérdezem tőletek, hogy vannak a falunapok, mert egy több hozzászólást láttam itt a Facebookon a napokban, hogy nem mennek ki az emberek. Érdektelenség. Érdektelenség van az emberekben. Meg egy picit el lettek árasztva. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor ugye elkezdődött ez a televíziós roadshowzás, ugye, a Nóta TV kezdte ezt a roadshowzást, hogy a Pertu Parti járta az országot, hát volt olyan év, hogy 59 darab tévéfelvétel volt. Az igen. Az 59 darab tévéfelvételből mondjuk 40 vagy 6 volt, ami fizetős, és 13 volt, ami ingyenes. Most, amikor ez valamilyen szinten jó is volt, mert ugye sokat láttak bennünket a tévében, valamilyen szinten meg üzleti szempontból megközelítve a dolgot, nem volt éppen a legjobb, mert ugye fölléptünk a színpadra, előadtunk 3 dalt, most bennünket már gáz is felépésre nem hívtak. Abba az évben. Minek? Hát most voltak itt címszóval. Ugye, és rengeteg ilyen tévhat, és elállították az embereket. A második veszőparipám, az pedig az, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Rengetegen vannak ebben a szakmában, és nem szeretnék senkit lenézni, nem szeretnék senkit sárba döngölni, de rengeteg olyan előadó van, aki nem való ide. Tehát nem tudnak énekelni, nem tudnak zenélni. Fogalmuk nincs arról, milyen hangnemben játszanak. Valaki megcsinálja egy zenei alapot, föléneklik azt a géppel, helyre rakják neki, és meg van a győződve, hogy ő mekkora sztár. Na most ezért van az, hogy amikor ma Magyarországon meghallják azt, hogy mulatós zene, legyintenek egyet, és odébb állnak. Na most ennek tudható be az, hogy nem fognak az emberek kimenni a falunapra, mert azt fogják mondani, hogy az a zene, amit mi szeretünk, a mulatós zene, hogy falunapra hiába mennek oda diszkó zenével, az senkit nem fog érdekelni. Tehát ez többször bebizonyosodott, ez a dolog.
Tehát azt fogja mondani, hogy minek menjek oda, megint jött már valaki, azt se tudjuk, hogy ki ez. És nem fognak kimenni az emberek. És ezért van az, hogy nincsek a falunapon emberek. Ugye egy pár falunapon te is ugye elkísértél bennünket, láthattad, igen, hogy milyen szeretet övezi a zenekarunkat, és ugye láthattad, hallottad azt is, hogy milyen szakmaiság van az előadásunkban, és milyen, mennyire össze van hangolva a zenei alapjainkkal az élő hangzás. Igen, igen, persze. Tehát nem díszegünk a színpadon. Most ha valaki elmegy oda, az kap a kezébe egy mikrofont, és azt lesegette, hogy hol van a gombja. Elindul egy zenei alap, ami föl van énekelve, amivel semmi dolga nincsen, lekapcsolgatja a mikrofonját, vagy éppen bekapcsolva hagyja, beleénekel hamisan, vagy akkor kezd el konferálni, mikor megy az ének. Tehát vannak ezzel a szakmával bajok. Nem a szakmával, az egy-két előadóval, mondjuk a 30-40%-ával ennek a szakmának vannak bajok. És én tényleg úgy gondolom, hogy ezek az előadók előjönnek, vannak fél évig, vannak egy évig, aztán eltűnnek. És a zenészek meg ugye fönnmaradnak több éven keresztül. Igen. Én abba bízok, hogy ez a sülyeztő majd ezeket a tehetségtelen embereket majd el fogja nyelni, mert ennek semmi értelme nincsen. Nem látok értelmét abba, hogy nem zenész szakmát gyakorló emberek próbáljanak meg zenélni. Hát de... én se operálok, nem? Persze, de ki a hibás, hogy ezek ott vannak a színpadon? És megint mondhatnák valamit, akkor megint azt mondják, hogy nagy képű vagyok. Hibásak valamilyen szinten némely ember, aki odaengedi őket a mikrofon elé. Nagyon fontos. Hibásak azok, akik ezekben az emberekben téveszmét generálnak. Tehát megy egy műsor, elkezd artikulátlan módon vonyítani otthon a tévé előtt, és nem fogja neki magyarázni a családja, hogy te nagyon jó énekelsz. Hát igen. Ha még van 200.000 forint a zsebébe, elmegy a stúdióba, 50.000 forintig csinálják egy zenei alapot, fölénekli, fölvonyítja, azt helyre pakolgatják neki az egérrel, meg a Melodyne programmal helyre rakják neki, kezébe adják kész nótát, és azt mondják, hogy Isten áldjon. A helyre rakott anyaggal megkeres tévécsatornákat, megkeres rádiókat. Ugye volt az internetes rádió között is volt egy-kettő, aki nagyon nagy teret adott ezeknek az embereknek. Sok is ezt te is tudod nagyon jól, nem fog megnevezni a rádiókat, de persze. Te is tudod nagyon jól, vannak bajok. Igen, tudom. És ugye még ha egy kis pénzt még máshova is letesz, akkor még nagyobb teret fog kapni. És az a baj, hogy elmentem egy ilyen tévéfelvételre, szedem most hát a fel, és hazajövök, mert nincs értelme ott lenni. Egyszerűen van egy bizonyos határ, amit az ember már azt mondja, hogy ebből elég. Minap felhívtak engem telefonon, azt mondta az úr, szia Pistikém, mondom, szávasz. Hát el kéne jönni tévéfelvételre, mondom, hova? És mondta annak a televíziók a nevét, ahol én elkezdtem ezt az egészet. Ahol életemben először voltam tévében, ez a Budapest TV. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a tévé már nem országos tévé, mert én nem szoktam elfelejteni, hogy az ember honnan indul. És annak idején, aki ma Magyarország a Mulató Sztár, mind a Budapest TV-n kezdte. Annak. Igen, és egy színvonalos műsor volt. Igen. Ugye ott volt a komáromi műsora, ott volt a Frédi, ott volt a Tilinger Attilának a műsora, akkor még Hakni Bár, utána később lett belőle Házi Buli. Ugye rengetegen csináltak ott, és csak ott csináltak ilyen mulatos műsorokat. Én nagyon sajnálom, hogy ez úgy elsikkadt, mert ugye csak ott volt ilyen műsor, és a Fási Mulató volt az ATV-n. És akkor meg ott volt a Lajcsinak ugye a TV2-n a Dálidó, de hát az egy non plus ultra volt, tehát az mind megjelenésben, mind felhozatalban, az messze vert mindent. És utána jöttek, bújtak egymás után a showmenek a föld alól, mint a fűszál, és akkor jöttek a különböző televíziós műsorok, majd jöttek a különböző televíziók, és jelen helyzetben most az a televízió, ahonnan eljöttem, a zenekarommal együtt,
ő csinálja most jelen helyzetben azt, amiről az előbb beszéltem. Nem biztos, hogy mindenkinek ott rentábilis joga van egy ilyen tévébe fellépni. Ami egy országos televízió. Nekem ez a meglátásom. És ebből fakadt a nézeteltérés, és én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy én szeretnék azonosulni ezzel a dologgal. Vagy minden áron azonosulni ezzel a dologgal. Köszönöm szépen, és köszönjük a válaszodat, és igazat adok. Hát jó, te igazat adsz nekem. Nem szeretném, hogyha nagyképpen hangzott volna ez a kis monológ, amit elmondtam, de... Ja, én sem gondoltam, mert én nagyon jól ismerlek téged, és én tudom, hogy te egy őszinte ember vagy, és megmondod a véleményedet, és mindig úgy van. És már közel 5-6 éve ismerjük egymást személyesen, és most is azt mondom, amit te mondtál, ez mindig úgy volt. Bármilyen témában. Mert ugye mi szoktunk egyéb dolgokat is beszélni. Persze. Ja, hozzáteszem, hogy én azért, ugye mi, nekünk itthon van egy stúdiónk. Hidegében dalok, jó részt itt készülnek, és meg az Attilának kint Romániában, ugye Székelyudvarhelyen, meg ugye e-mailben mennek a dolgok egymás között. És van két előad, akinek szívesen dolgozok, ugye dolgozunk a Tajti Boynak. Nagyon tehetséges zenészeknek tartom a Viktorékat, és nagyon szívesen tesszük hozzá a technikát az ő tehetségükhöz, valamint a Vidéki Mulatónak. Hidd el nekem, Sufi, két kezemen kevés, és a két lábam is, amennyi eladott, én elküldtem. Elhiszem. Nem akarok mindenkivel dolgozni. Tehát nekem ennyi időm nincsen, hogy végignézzem azt, hogy tehetségtelenek, hogy vonyítanak. Egyszerűen felháborító. Olyan. És az a baj, hogy amikor leülsz egy ilyen show műsort megnézni, akkor jó ízlésű ember 15 perc után némely műsort elkapcsolja. Olyat is hallottam már, és olyat is láttam már, olyan vitát, én sem nevezem meg, hogy egymást vádolták, hogy nem a saját hangján énekel. Ez igaz? Van ilyen? Létezik? Kicsit elakadt a hang, tehát, hogy még egyszer... Láttam már egy olyan vitát, beszélgetést, hogy azt azon vádolták a másikat, hogy nem a saját hangján énekel. Létezik ilyen? Vannak bizonyos előadók, igen. Vannak. Igen. Ugye én nem tudtam, én csak egy megfigyelő voltam a beszélgetésben, mert ugye nyilvánosan beszélgettek, és akkor így gondolkozott az ember, hogy létezik ilyen. Hát ez nem újdonság ez. Tehát annak idején volt az UFO zenekar, azok is azt csinálták. Nem menjünk messzire. A Boniem is ezt csinálta. Nem mondod? Dehogy nem. Az úri ember azt sem tudta mondani, hogy hello a saját hangján. Azt a... Hoppá, a Boniem kedvencem volt. Én mai napig. Ez így van. Ő, az is egy teljesen egy full playback zenekar volt. Már abban az időben. Hmm. Tehát 70-es évek rengeteg volt. Tehát a világon nem magyar újdonság ez. Nem magyar újdonság. Az sem magyar újdonság. Tehát ez is mondom, én nem tudok dalt írni. Na, valaki ezt nem vallja be. Az se újdonság, hogy külföldről lopott dalok tömkelege árasztja el a magyar piacot. És megvannak róla győződve az emberek, hogy azt az előadó saját dalok írt. Uh-huh. Persze, de nem. De ez sem újdonság már. Hát annak idején, amikor még régen nem lehetett nyomon követni, ugye, hogy kint mi megy külföldön, hát rengeteg dal. Hát a Lady Laura, az nem Korda György dal, hát ez egy Roberto Carlos szerzemény. Aha. Ezt sem tudják sokan. Föl kell menni az internetre, meg kell nézni. Roberto Carlos, latin zene királya, az édesanyjának írt ezt a dalt. Ezt ott van fönt a YouTube-on, meg lehet nézni. Most már. Ja, és a magyar top slágerek 35%-a ezen cipőbe járt. Már abban az időben is. És ezek a számok most annyit változtak, hogy van egy úriember, van több úriember, a Szandru Csorba, a Nikolaj Guca. Van egy csomó olyan előadó, akinek nyúlják a zenéit. Ki kell mondani,
fölmennek az internetre, és ellopják a zenét, írnak rá magyar dalt, és fölteszik a YouTube-ra, mint a saját dalukat. De ez nem fair dolog. Hát nem. Nem, mert hát igen. Mert sokan nem is értenek hozzá azt, vagy nem követik. De vannak azért ebben a szakmában vagyok. És ezért van az, hogy egyre kevesebb ember kíváncsi erre az egész dologra, mert megjelenik, kiposztol egy előadó egy ilyen lopott dalt, és utána aláposztolják az eredetit. Tehát nincs értelme, tehát nincs itt már titkolózni való. Oda kell írni, hogy figyelj, ez a dal, ez nem az enyém. Írtam hozzá egy magyar szöveget, úgy, mint ahogy én a dal elének. Fölsítettem a gucanóta, ez egy gucadal. Nem is tagadtam soha. Fölsítettem a lemezemre. Próbáltuk elérni a Nikolaj Gucát, nem bírtuk elérni. Engedélyt szerettem volna kérni. Tehát félrejtés ne essék, amikor a túl szép, hogy igaz legyenbe belenyúltam. És repszöveget írtunk a túl szép, hogy igaz legyen, nekem a Fehér Attilától és a Fenyő Miklóstól írásos engedélyem van rá. Ez ott van fönt az e-mailünkön, bármely kételkedőnek kibírjuk nyomtatni. Sokan ezzel nem is foglalkoznak, hogy engedélyt kérjenek. De akkor akkor sértődjenek meg, hogyha a bírósági tárgyaláson ott kell majd ülni. De ezek azért nem olyan egyszerű dolgok ám. Például itt volt most ugye a TV-felvétel a Didinél, hát ott voltak a Fehér Attilaék, ugye az új formációk, a White Light, tehát nagyon jó zenekar lesz abból is. Hogy tudtam volna az Attila szemébe nézni, hogy az ő szerzeményt én elszedem? Anélkül, hogy én megkértem volna őt rá, hogy adjon rá engedélyt, hogy a szövegrész helyett, a versrész helyett repszöveget írjunk oda. Megcsináltuk a dalt. Elküldtük a Fenyő Mikinek, elküldtük a Fehér Attilának. Mindannal megkaptuk a visszajelzést, sőt, a Fehér Attilának a telefonszámát, még a Fenyő úrék adták meg nekem. Oda helyesítettük a menedzserre a Fenyő Miklósnak. Tehát ez nem olyan dolog, hogy csak oda megyek is, mint egy útszélén lévő szilvafáról leszedem a szilvát és megeszem. Hát én ettől, ezt én többen nézem ezt a dolgot ettől. Tiszteletbe tartod másnak a munkásságát és a munkáját? Hát persze, hát volt olyan, amikor ugye, hát féltés ne esik, soha nem mondtam, hogy az Amíg az igaz című dalt, azt mi írtuk. Nem mi írtuk. Így van, nem. Soha nem is állítottunk ilyet. Mi csak slágert csináltunk belőle. Azt mondták, hogy ezt írta, az írta, amaz írta, nem tudom ki írta. Ezt a dalt utána mindenki szerette volna már megírni. De hidd el nekem, Sufi, hogyha fölmennek az Artisiushoz, én ezt a dalt nem védettem le a nevemre. Én nem loptam el senkinek a szerzőményét. Én találtam ezt a dalt az interneten, feldolgoztuk, mi általunk megismerte egy ország, de nem védettük le a nevünkre. Bár megtettük volna, mert nem volt senki ez a dal. Persze. Magyar jog szerint. De mégsem tettünk ilyet. De lehet, hogy más megtette volna. Sőt, hát lehet, hogy is teszik. De én az biztos, hogy egy forint jogdíjat nem fog érte fizetni. Annak az embernek, aki ezt levédeti, mert én nekem van egy sejtés, ami ezt a dalt kiírta. Mindegy, majd... Hát ha ő írta, akkor jó helyre menne a pénz, mert úgy hallottam, hogy szükségem van rá. De menne már be, és védetni már a nevére ezt a dalt, mert ha ő a szerzője tényleg, és nem azzal ütni el az időt, hogy mind ahogy volt olyan, hogy bennünket elkezdett fenyegetni. Nagyon sajnálom, mert mi nem vettük el senki dalát, mi csak azt hiszem, hogy mi voltunk a 398-adik, aki ezt a dalt feldolgoztak. Körülbelül így évek során. Hát na, nem tudunk mit tenni. Én csak te tőletek hallottam először, ugye már mostan mástól is, vagy lehet, hogy akkor nem figyeltem mástól. Hát nem, mondom, országos ismertség, ezt a dalt mi emeltük. Nem szerepelt egy tévéműsorba sem, nem szerepelt egy rádióműsorba sem, ezt nem szerepelt sehol. Hát... Ezt a Perto Partiba, a Nóta TV-ben először mi adtuk elő. És utána dolgozták fel a Hollós Adriánék, utána dolgozta fel szinte majdnem mindegyik. Még utánunk jött. Ugye rendszeresen adjuk a dalaitokat mindennapos nálunk, úgy automatán, úgy a műsorvezetők is, de ez a dal, amiről beszéltünk, szerintem heti szinten 3-4-szer megy.
Örülünk neki. Tényleg örülünk neki. Hát ettől ez a dal tett bennünket ismerté. Ez volt az első videóklipünk, ugye ebből lett forgatva az első videóklipünk. Igen. Nincs olyan koncertünk, ahol neki a bálnának föl, hogy az igaz, mikor lesz. A szemét visz nekem a bálba. 6-szor játszottuk el, kocsi. Az igen. Várják. És tudják a szöveget is. Éneklik. Éneklik. Hál' Istennek. Éneklik. Tehát ugye azért mondom, hogy inkább én azt mondom, hogy nem tudok dalt írni. Tehát amit írtam dalt, azt azért írtam mindössze a 6 év alatt, vagy 6-ot, 7-et? 7-et. Azért írtam 7 dalt a 6 év alatt, mert de az nem hasonlít semmi rám. Tehát ha én innen lopok két sort, onnan lopok két sort, mert valamelyik dalban, legutóbb tévéműsorban hallott a Limbo Hintónak két sorát. Hát könyörögöm a jó úristenre. Hát, olyat írjunk már, ami még nem szerepel máshol. Hát, nem? Igen. Igen. Lehet, hogyha most nekiállnak hallgatni a kortárs előadókat, azonnak a szerzeményeit, biztos, hogy ezt tudnak hollózni én is 12 nótát körülbelül 8 óra alatt. De nem akarok, szint alatti a dolog. Nem szeretnék így csinálni. Jöttem. Inkább megvárom, míg más megírja. No. Előadja. Én meg feldolgozom. Kinek a dalait szeretitek feldolgozni? Ki van a szívetekben? Hogy annak hát, több dalát feldolgoztátok. Hát van ilyen a Máté Péter. Még a dalait feldolgoztuk. Én nagyon szeretem a Joy dalokat. Én megmondom őszintén, hogy Isten igazából, ezt mindenhol elmondom, és el fogom mondani most is, hogy azt, hogy minket ismerhet egy ország, azt neki köszönhetjük. Tehát ő segített bennünket föl a színpadra. Az, hogy ott maradtunk, az már a mi munkánk gyümölcse, de az, hogy valaki oda felrakott bennünket, az ő, és én rengeteg dalt játszok tőle. És én szeretem az ő dalait. De legfőképpen hangsúlyozom Máté Péter, ami vagy egy nagy jó feldolgozás, hogy nagyon sikerült, az majdnem szerelem volt. Akkor Nagy Lacinak, a Gitánonak a dalait nagyon szeretem. A Havasi Lajosnak a dalait, a Csikkónak, ugye ő a Back to Blacknek volt a trombitása. Önnek a dalait is nagyon-nagyon szeretem. Vannak ilyen dolgok, amiket így közel állnak a szívemhez. Akkor én most bekészítettem egy feldolgozást. Hosszú az a nap? Na, Neoton. Hagyj szóljon. Neoton. Várjál, lehet, hogy nem is a Neoton, vagy az. Az. Hogy mennyi
hát, hogy mennyire várlak, te még jobban sietnél hozzám, mert boldog az a perc, a magadhoz lesz drágám. És látom itt egy kérdést, Alexander Gutman Sándor kérdezi, István, mikor és hol lesz a legközelebbi fellépés Szlovákiába a lévai járásban? Így, hogy lévai járás, így nem tudom, de akkor elkezdjük sorolni, jó? Jó. Tehát a szlovákiai fellépésen követő 7. hó 8-án 20 óra 30-kor lépünk föl Busán. Akkor 7. hó 29-én lépünk föl Nagymadon, este 10-kor a Bicskanapokon. Igen, aztán következik augusztus 5, este 10-kor a Lábocs. Hangosabban, Karcsi? Azt mondja, hogy augusztus 5-e este 10 órától Galábocs, azután augusztus 20 este 8-tól Hóvár, és szeptember 29-18-20-tól Madar. Ezek a szlovákiai fellépéseink így röviden, tömören, és akkor úgy teljes a dolog, hogy 6-20-én 19 órakor lépünk föl Öskün. Utána 22-30-től itt vagyunk Viszneken a falunapon, hajnal 2-ig játszik a zenekar. 7. hó 1-én lépünk föl 19 órától Tépén, Tépen nevezett településen. 7. hó 8-án, ugye még a busai fellépésre 16-15-től Magyar Homorogon lépünk föl. 7. hó 15-én 16-30-kor Mezőzomboron. 8-5-én este 6 órakor lépünk föl Tamásiba. Utána megyünk onnan Galábocsra. 8. hó 12-én a Szurdakuskében a Libanapokon fogunk föllépni. 19-én a Szódon a Városnapon lépünk föl. És 9. hó 2-án Pétfürdőn 15 óra 30 perckor. És van egy 10. hó 7-én egy kérdőjeles Magyar Homorogunk. Ott egy utcabát kellene játszanunk, még visszakos sem történt, de reménykedjünk benne, hogy ott egy egész szegás utcabállal meg tudjuk örvendeztetni a nagy érdeműt. Igen, meg figyeljék a honlapot, ott mindig ott van a friss info, mert közben is ugornak be fellépések. És akkor nem látok több kérdést. Van-e olyan, amit el szeretnétek mondani, és nem beszéltünk róla? Hát nagyon szépen köszönjük a közönségnek a szeretetét, és nagyon szépen köszönjük azt, hogy még mindig kíváncsiak ránk, és hogy ilyen szép számú közönség szokott látogatni a koncertjeinkre, ez nagyon megtisztelő. És ez is azt a dolgot erősíti bennünk, hogy van értelme minőségi mulató zenét gyártani, mert van még rá igény. Tehát nem is szeretnék, és nagy köszönömöt kérünk, és köszönjük a tévécsatornának is, még egyszer mondjuk a tévékon, hogy helyettettek a zenekarunknak, és jelen helyzetben nagyon otthon érezzük magunkat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Igen, és nézzetek még.
tévén, a Freddy Show-ban, a Felvidéki Mulatós Show-ban és a Didi Lagzi várjában. Így igaz, és akkor a hallgatók találkozhatnak veletek 5. hó 28-án. 12. Igen, 5. hó 28-án, ez egy TV felvétel 13. kerületben. Igen, a Kerekes utca 12 alatt. Így van, várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. Jó ebédhez szól a Híd végében, 12-kor lépünk föl. Ugye, mert mi emellett még dolgozunk is, nekem még a számos lennivaló van még aznap, úgyhogy és ennyi volt kérdés. És esetleg az új dalokból lehet hallani? Ott a TV felvételen? Igen, lehet hallani az új dalokból, viszünk magunkkal új dalt is, és régieket is fogunk vinni magunkkal. Hát kis ízelítőt adunk mindig, ugye 4 dalt kiválasztunk a lemezről, amit próbálni fogunk, és mindenféleképpen szeretnénk, hogyha a televíziók játszanánk, aztán meglátjuk, hogy mennyire fog tetszeni az embereknek. Van kicsit pörgősebb is, van olyan is, amit nem szoktak meg tőlünk. De tőlünk ezt a nagyon pörgős romás hangzást nem szokták meg, hát most ilyen dolgos van 2. Hát kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz a közönség reakciója. Én is kíváncsian várom, és Gutmann Sándor válaszolt, hogy köszönjük szépen a válaszokat. Óvár van legközelebb neki, de a Sándornak üzenem neki nem gond. Budapest, szedje össze a szlovák rajongókat, és irány a tévéfelvétel. Hát akkor, kedves Sándor, Kóváron találkozunk. Na és akkor, nem tudom, hova tüntetek, itt vagytok? Megvagyunk, igen. Megvagytok, azt hittem hirtelen, hogy valami gond lett. És még egyszer köszönöm szépen, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és újra beszélgethettünk, és várjuk a legközelebbi jelentkezést is. Várjuk az új lemezt, nektek pedig további sok sikert kívánunk. És maradjatok mindig ilyennek, amilyen vagytok. Nagyon szépen köszönjük, mi már nem fogunk változni, azt megérhetjük, hogy mi ilyenek vagyunk. Kinek öröme, kinek bánata. Nekem örömöm, ez... és tényleg nagyon örülök, hogy ismerhetlek titeket személyesen, és büszkék vagyok rátok. Mi ugyanúgy. Köszönjük szépen. Köszönjük. És akkor a következő szám, amivel elbúcsúzok. Na, mi lesz az? Ha legközelebb látlak. Az is jó. Az is jó. Na, sziasztok, további szép estét. Viszlát, sziasztok. Ha legközelebb látlak, már nem figyelek fel. Nem fordulok utána, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor miért tegyem? Egyszer már illene rendbe hoznom az életem. Ha legközelebb látnám, neked sem lesz ide. Ha rosszabb lesz a vádnám, nem az én hibám. Nem számít már, hogy mi volt a baj, nem számít már. De nem mindegy még ma sem, hogy bírod-e nélkül. Ha lesz szerű, hogy majd egyszer ezt megmond nekem. Ha legközelebb láttál, neked sem lesz hívás.
meleget sem lesz hideg. Ha rosszabb lesz a vártán, nem az én imád. Fordulj csak más felé, nézd a házakat, vagy a kékeget. De sose gondolj arra, hogy én szerettelek. A Hídvégi Bent hallottuk, és még egyszer köszönjük szépen az Istvánnak és a Károlynak, hogy itt voltak velünk bő egy órát, és beszélgethettünk. És akkor ne felejtsétek, május 28-án lehet velük találkozni a Particsókat Tomi TV felvételén Budapesten a 13. kerületben. A Góliát étterem, Kerekes utca 12. Szeretettel várunk mindenkit. És megyünk tovább, akkor nézzük meg a nézését és a járását. Szegény vagyok, szegény vagyok. Szegénynek születtem, az én babám, a legszebb kincsem, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Az én babám, a falu legszebb lánya, hogy ne volna, hisz én vagyok a párja, mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Megkötöm lovamat szomorú fűszvához, megkötöm szívemet gyenge violához. Eloldom lovamat, mikor a nap felkel, de tőled violám csak a halál old el. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. Mert a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, száz aranyért nem adnám, száz aranyért nem adnám. És a folytatásba hoztam azt a bizonyos dalt, amiről beszélgettünk, és ami nagy-nagy sláger itt a Joker rádióba is, és mindenhol. Ami igaz, az igaz. Odebla. Tuszán, igen, látja. Jaj, de suka. Igen, Janis. Hoppá! Hoppá! We'll be right back.
felütlennek látom a nagy világ. Megváltozni én már viszont nem fogok, elfogadtál szeresére, hogy vagyok. Ami igaz, az igaz, találsz te nálam jobban, de itt senki nem szeret a világ. Megváltozni én már viszont nem fogok, elfogadtál szeresére, hogy vagyok. Ami igaz, az igaz, we'll be right back.